Köszöntöm kedves vendégeiket a Mikháziak és jó magam nevében, és mindenek előtt köszöntjük a 90 esztendős Széles Ferenc bácsit, aki az idén töltötte a 90. életévét, még sokat egyelőre. Minden patetikusság nélkül mondanám el, hogy itt Mikházán a szavak, a hagyomány, az írás és az emlékezés forrásvidékén élünk. Nagyjából ismerve Feri bácsi munkásságának, élettörténetének töredékét, hangsúlyozom töredékét, már is megerősíthetem, hogy akár élőszóban elhangzott elbeszéléseiből, akár papírra vetett történeteiben fellelhető a mágikus realizmustól a tényszerű irodalom jegyeit fölismerhetjük, és innentől kezdve ezek a szavak, ami a mi nyersanyagunk, akár írásban, akár beszélgetésekben, ezek a szavak nem hétköznapi szavak. Ezek valahogy egy pillanatra, ha egy kicsit is el tudnak emelkedni a valóságtól, a helyi röghöz, a rögtől, de úgy tudnak elemelkedni, hogy valamikor, valamelyest mindig is visszatérnek. Ez azt hiszem a kötődés, a szülőföld iránti vonzalom egyik jellemzője. Na de én nem szaporítanám tovább a szót, akkor vágjunk a sűrűjébe. És tekintettel arra, hogy egy adott történelmi kor, időintervallum, vagy akárhogy is nevezzük, időintervallummal tegeződni szoktunk, hát ne legyen tiszteletlenség részemről, ha Feri bácsit is tegezem, hiszen kortársak vagyunk ebben a pillanatban, és Feri bácsi kifejezett kérésére teszem meg ezt. Feri bácsi, vágjunk a sűrűjébe tekintettel, hogy rohamosan telik az idő. Ki vagy te, Széles Ferenc? Idős Széles Ferenc. Ezúttal érdekes ember. Talán... Ja? Én nem tartom magam érdekes embernek, de tekintettel arra, hogy plakáton is megjelent ez a elnevezés, sőt újságban, itt-ottam, ott rádióban elhangzott, kénytelen vagyok úgy viselkedni, mint egy érdekes ember. Az, hogy idáig jutottam, talán azt mondanám, hogy ehhez a korhoz, ahogy eljutottam, ha ez az érdekességnek egyik fő szempontja, akkor hát hozzátartozóimnak, gyermekeimnek, unokáimnak, dédunokáimnak köszönhetem, mert ha az igazság létezik, akkor ők tartják bennem a lelket ma is. Hát itt születtem Mikházán, ebben a kis nyárádmenti faluban, itt a Bekecsalján, és ezt a falut soha az életbe, addig, amíg én élek, elfelejteni nem tudom, képtelen vagyok. Mindig bárhol vagyok, mindig ide, hazavágyom. Van egy pár érdekes dolog, amit szeretnék elmondani, megemlíteni, talán nem érdekes, de vele jár az emberi élettel. 929. augusztus 30-án születtem, Mikháza legrégibb utcájában, az úgynevezett Kandiában. Szembe a ferences rendi zárdával, szegény emberek utcája volt, apám is ott lakott, azon a réven, hogy a nagyapám Udvarhely széki Bétából került a ferencesek udvarába, a ferencesek zárdájába,
kocsisként. A tudomásom szerint ő hordozta a Páter gvárdját, annak idején így nevezték a Mikházi Ferences rend vezető papját, hogy ki volt, melyik volt, erre már én nem emlékszem, de ő hordozta, ő volt a kocsisa. Hát ebből ered a apám és a rokonság lószeretete is. Tudnélik, mindig lovunk volt, és ezt a lovat nagyon megbecsültük, édesapám főleg. A születésem az úgy zajlott le, hogy hát abban a kis utcában, a kis házban, október, illetve augusztus 30-án reggelre megszülettem. Ezzel az én megjelenésemmel Mikháza életében 4300-4800 grammal növekedett a falu testsúlya. Nagy gyermek lehettem, édesanyámnak nehéz vajudása volt, és apám azonnal szaladott a községházára az örömhírt közölni az akkori jegyzővel, az úgynevezett Domnul Sörmesánnal, aki törte a magyart, de nem beszélt ezen a nyelven. És hát édesapámat, mert üres kézzel jött bejelenteni az elsőszülött fiát, elküldte, elhalasztotta, hogy most neki erre nincs ideje. Aztán nem volt ideje másnap se, harmadnap se, aztán édesapám másodikán, szeptember másodikán újra ment, de ezúttal egy liter pálinkával, és akkor beírtak, bejelentettek, de szerintem, ha nem is ekkor kezdődött Romániában a korrupció, de akkor már Mikházán mi tudtuk, hogy ez mivel jár. Egyébként a második gyermek, az öcsém Sándor születésekor, apám már úgy ment bejelenteni Sándor születését, hogy 2 liter pálinkát vitt, és ezért kapott Sándor 2 elbetűt a Széjes névbe, úgyhogy egyedül ő van Széjes névvel. Sándor ezt nem is bánta, mindig azt mondta, hogy az együttes fel vékonyka volt egyébként, és mindig azt mondta, hogy ez a 2 elbetű tett, csinált belőle embert, mert így lábon tud maradni. Tehát ennyit a születésről. Utána a többi, a húgomnak a születése, meg az öcsémnek, az Imrének a születése már nem okozott különösebb gondot, mert apám már tudta, hogy mi a dolga. Imre pedig 944-ben született, tehát akkor, amikor itt még magyar fennhatóság a második bécsi döntés után, tehát itt már nem volt gond. Felnőttünk mind a négyen, hála Istennek. Sajnos Sándor öcsém túl korán távozott az élők sorából. Az érdekesség az, hogy nem voltunk különleges család, de apámék mind a négyünket tanítottak. Az pedig faluhelyen rendkívül különleges szokás volt. Nem igen lehetett ilyet látni. Egyébként a másik nagyapám az községi jegyző volt. A 900-as évek elején, már előbb Remetén, Nyárád Remetén, majd Mikházán lett községi körjegyző, de megtartotta a falusi mi voltát, sosem járt nadrágba, mindig úgy járt harisnyába, mint a falus felei. Ha a főispán behívatta őket vásárhelyre, gyülekezetbe,
akkor lóval, szekérrel elment Vásárhelyig, a vámházig, ott levetette a harisnyát és felhúzta a nadrágot, mert a jegyzőtársai csúfolkodtak vele. Ennek ellenére igen kemény ember volt, 8 gyermeket nevelt fel, 4 fiút, 4 lányt. A különlegesség az, hogy mind a 4 fiát tanította. Egyikből orvos, másikból tanár, tanítót, stb. Nevelt. A 4 lányt nem. Úgy látszik, hogy a régi szokás szerint az volt az elképzelés, hogy a 4 lány így is kap férjet, és azt a kis birtokot, ami volt, mert nem rendelkezett nagy birtokkal, azt megművelték, és a 4 lányt férhez adta. A 4 lánynak a férhez menése is különleges helyzet volt, mert hát a jegyző lányát azért igyekeztek idejében elvinni. Az első, a legnagyobbik Köszvényesre ment férhez, Erzsi néném, Róza néném Székely Kálba, az én anyám meg Salat Anna, aki később Salatné lett, az Mikházán maradt, mikházi legényt kaptak férnek. Apámnak nem volt nagy birtoka, hát ugye zárdai kocsis lévén, és ide jöttek Bétáról, tehát nagyapám itt nősült már Mikházán, és hát azt a kis földet, ami volt, az épp annyira volt elég, hogy eltartassák a gyermekeket. Egyébként a bétai nagyapámnak 16 gyermeke született, akiből 6 felnőtt. A többi a kor rendszere szerint gyermekágyilázban, vagy ilyen-olyan-amolyan gyors gyermekbetegségben elhunyt. Hát ez vagyok én, de hát folytatnám, ugye elvégeztem azt a híres vásárhelyi tanítóképzőt. Anyám erőltette, hogy mindenképpen tanuljatok, hogy ne legyetek olyan nyomorultak, olyan röghöz kötöttek, mint mi, és talán érezte is, hogy mi következik. Be is következett rövidesen. A tanítóképzőt 48-an végeztük Vásárhelyen. Ma ebből a csoportból még 3 életben vagyunk. Egy szovátai kollégám, meg egy vásárhelyi. A többi nyilván elment. Csináltam egy számítást, hogy körülbelül 100 emberből hány éri meg a 90 évet. Hát rájöttem, hogy az olyan körülbelül 6-7 ember, esetleg 10. Hát ezért lettem én talán érdekes, hogy ebbe a 10 közé bekerültem. Én nekem csak 2 gyermekem van, a bal oldalamon van az egyik. A lányom meg itt van. Hála Istennek sok unokával és dédunokával ajándékozott meg a sors. Pillanatnyilag 6 dédunokám van, de még lehet, hogy nincs vége. Feri bácsi, így nem tudom, ha alszik, majd vegyem a mikrofont. Feri bácsi, azt elhallgattad, hogy persze minden nem férhet vele az adott keretbe, hogy valamikori 17. századi lófőséggel jöttetek el, vagy kaptátok meg ezt a címet valamelyik fejedelemtől. Na de, hát igen, ezzel a nemességgel, vagy kutyabőrrel azért hoztatok, a felmenőitek hoztak magukkal egy bizonyos szellemi nemességet is, és elhozták ide a faluba azt a transzilvánista előérzetet, azt a transzilván viselkedést, amit
Később nagybátyátok, Kacsó Sándor ugye a marosvécsi helikonistákkal vállaltak, felelősen vállaltak. De erről a nemességről úgyhogy nem kell szerénkedni, és ezt is el lehet mondani nyilvánvaló, de a mi történetünk tulajdonképpen a ti történetek is, történetetek is, de a mi sztorink valahonnan onnan kezdődik a mi emlékezetünkben legalábbis, és többnyire Mikháziak így vagyunk, azt gondolnám, hogy a történet Kacsó, a Harisnyás Kacsó jegyzővel kezdődik, aki annyira felelősen tudott gondolkodni az első világháború, az 1916-os román betörés idején, hogy egyszerűen megtagadva bizonyos katonai vagy nem katonai parancsokat, leállította a menekülő székelységhez csatlakozni kívánó mikháziakat, és itt tartott a helyben. Azt mondta, hogy nektek itt a helyetek, és nem mentek sehová. Erről is beszélj nekünk egy kicsit, mert hiszen ez a történet akár tragédiába is végződhetett volna, ha nem veszi föl ezt a tartást, hogy már pedig mikháziak itt maradtok, hanem elmentek a Nyugat-Dunántúra, elmentek Bácskába, elmentek akárhová, és akkor végzetes is lehetett volna. Na, hát innen kezdődik a mi történetünk. Igen, hát erről csak annyit, hogy ez az igazság tényleg az, hogy 16-ban, amikor közelítettek a román csapatok, hát a front már Bekecsen volt, ismeretesek ugye ott a bekecsi hősi halottak, hogy a nagyapám elhallgatta ezt a katonai parancsot, és nem közölte a lakossággal, hogy menekülni kell. És nyilván, hogy ez nem is készítette elő senkit arra, hogy meneküljön. A front szerencsére hirtelen megfordult, és hát így a megígért büntetést sem kapta meg. Tudnélik, ez főbenjáró bűn volt akkoriban is, ha valaki ugye megtagadja a parancsot, mert katonai fennhatóság volt, és így elkerülte a büntetést. Ezt nem kapta meg. Hát visszatérve a lófőségemre, itt van a lófőségem története. Egyébként ez egy 1639-ből kiadott Rákóczi Ferenc, illetve azt mondja, hogy Rákóczi György Erdély fejedelmének és magyarországi részek pártiuma ura és a székelyek ispánja, a Bétáról való serény Széjes Andrást, István, Tamást, Balást, Jánost és Györgyöt, Dobosfalvi Marti György jobbágyai voltak. Tehát ebből a jobbágyi sorsból kinevezte őket, illetve áttette a székely lófők társaságába, nemzetségébe, ami azzal járt, hogy nem kellett tovább tizedet fizessenek, nem kellett tovább az úrbért, tehát a jobbágyi munkát elvégezzék, és továbbá pedig saját lovukkal és hadfelszerelésükkel mehettek a háborúba a fejedelem védelmében. Azt hiszem, jól fejeztem ki magamat. Tehát ez volt a nagy felszabadításuk a székelyeknek. Erről ennyit. Na most még, hogy visszatérjek a Kacsó nagyapámra, mondtam, hogy egy kemény ember volt, és nem viselte el az ellenkezést, főleg a gyermekei részéről. Négy fia volt, ugye négyen jártak egyszerre iskolába, a Vásárhelyi Katolikus Gimnáziumba, és az egyik,
valami huncutságot csinálhatott, és az intézettől kapott egy levelet. És ennek a levélnek a kapcsán a fiának a következőket írta. Édes fiam, a megszólítást még mindig előlegezem, mert abban a hitben élek, hogyha akarsz, tudsz ember lenni. Fájdalommal vettem és betűzöm az intézet igazgatóságának ma vett értesítését, mely szerint te magadat úgy viselni, miként az intézeti szabályok előírják, neked különösen lenni kellene, nem akarsz. Miért van ez? Én tégedet mindenkor az egyenes úton haladni oktattalak. Az én működésem, eddigi életem rossz példájával nektek nem szolgáltam. Akkor, amikor valakit törvényellenes cselekedetet követ el, attól tartózkodhatik is. Törvényt szab az egyház, törvényt szab az állam, törvénye van az intézménynek. Aki ezzel nem ér és nem él, az mind gazember. És nem érdemel becsülést. Te úgy látszik, nem akarod érezni azt a terhet, amit én miattatok hordozok, kár. Nekem úgy látszik, hogy több figyelmet, több érzést, több jó akaratot érdemelnék tőletek, aki szüleit, elöljáróit, jóakaróit nem tiszteli, kedvükben nem jár, parancsainak nem engedelmeskedik, haladni nem akar, kedvezményt nem érdemel. Te úgy látszik, ide törekszel. De én keblemre ölelni ott nem foglak. Mert vedd tudomásul, hogy szeretlek, mint apa, de nem úgy, mint Krisztus. Nem szeretném még egyszer hasonló tartalmú értesítést kapni. Ez a levél megmaradt eredetiben, lemásoltam, illetve le. És valahogy ez a levél úgy tartotta az egész familiában, nem csak ez a levél, hanem az egész nevelési hangulat, ezt az ellemet, amit itt elmondtam ezzel. Fejbácsi, hogy haladjunk a korral, hogyan ír, de mi a tapasztalatod a titeket körülbelül vevő mikháziak, vagy a szűkebb család, hogyan élte meg azt, hogy a nagy családból mind a négy fiú tanult, igen, rangos egyetemeken, és a lányok megmaradtak a föld mellett, vagyis oda szeretnék kiukadni, hogy hol válik el a parasztpolgári életmód a paraszti sorstól, a paraszti vállalástól? Igen. Hát szóval erre úgy példaként ugye megemlítem azt, ugye, hogy a lányok mind paraszt emberekhez mentek férjül. Kettő közülük még vagyonosabb volt a Káli Mátyus Jóska, akit a sógorai egyébként Kecskés grófjának és hétszilvafás nemesnek csúfoltak, viccesen persze, mert Mátyusnak a kertje tetején volt hétszilvafa, és ezért lett ő hétszilvafás nemes. A másik két mikházi legény az belecsöppent a családba, mint már említettem. Apám azért, mert hát együtt járt anyámmal a barátok által szervezett
színjátszó, meg dalárda csoportokba, ugyanúgy Salad Dénes és Anna néném is. És apámat különösen azért szerette meg a nagyapám, ezt elmesélte édesapám, hogy Küsföldről, hát a mikháziak, akik tudják, Küsföld, Bérce, egy erősen meredek és dőlős, ilyen-olyan-amolyan hely. Apám egy megrakott szénás szekérrel egyedül két tehénnel bejött. Azon a egy fél órás út, így lassan. Apámnak olyan két tehene volt, hogy minden szavára megálltak, amikor mondta, hogy hó, apám futott át, a villával tartotta a szénát, itt, szekeret ott túl, és ezt nagyapám a szembe lévő szöllőből végignézte. És akkor Imrét úgy a szívébe zárta, azt mondta neki úgy parasztosan, hogy az apád istenit, azt mondja, ezt még én se tudnám megcsinálni. Salad Dénes ügyes szabó volt. Ő varta a Nyárád Mentinek, meg a Márkot, Kendő, stb. Vidékének a harisnyát, vagy a ruhát. Ez volt az ő mestersége, és ezért szintén becsülte őt, mert hát na. És így beépültek a községbe, abszolút semmi különbség nélkül. Legfenebb annyi, hogy a nagyanyámat jegyzőné asszonynak szólították. És az is érdekes, hogy a család, az édesapja, Nyugodjék Széles Ferenc bácsi, aki a mi kántorunk volt. Imre. Illetve, bocsánat, Imre bácsi, aki a mi kántorunk volt itt Mikházán, a Ferences Barátoknál sokáig kántorizált, és Ágnes néni is érdekes módon, holott megtehették volna, de nem csúsztak el egy bizonyos úrhatnámság felé, és talán éppen itt maradt meg az érték, hogy népszínházat és egyáltalán kórusokat, tehát az igazi értéket kiválogatták abból a honvárból, ami... Igen, hát érdekes világ volt, azt tudnélik. Mi úgy nevelkedtünk, hát nem voltunk külön család, mint akármelyik mikházi család, szomszéd, stb. Csak annyi volt a különbség, hogy valamivel több volt a könyv. És így szoktuk meg az első pillanattól kezdve, hogy a könyv ki nem esett a kezünkből. Ha az istálóba voltunk marhát kúrálni, ahogy mondták, és mondjuk, vagy a mezőre mentünk a déli pihenőbe, a könyv volt a kezünkbe. Mindenki feküdt, lefeküdt, pihent, mi meg olvastunk. Sándor is, én is, később. Hát Imrének már ez nem jött be, mert neki már ezt nem kellett csinálni. De úgy dolgoztunk mi is az iskolai szünetben, mint bárki más. Apám jött ki az ágyból. Nyomás. Marha, ló, mentünk, csináltuk. Én soha nem voltam nyáron kirándulni, vakáción alatt. Egyikünk sem. Meg volt a napi feladat, a munka, kellett csinálni. Mentünk. Van arról emléked, amikor leghamarabb kezedbe vettél egy Kacsós Sándor könyvet, nagybátyát, könyvét, valamelyiket, most akár a Vakvágányont, a híresebb... Hát az volt az első, igen. És az egyik legjobb könyve, irodalomtörténészek szerint is, és van erről emléked, és a család hogyan fogadta a Kacsós Sándor ténykedését, és egyáltalán azt, hogy tiszteletre méltó emberek közé járt, ha csak azt mondom, hogy a Marosovicsi Elikon, hát tudjuk, hogy gróf Bánfi Miklóstól Báró Kemény Jánosig mindenki, aki számított Erdélyben, hát ott volt, és
Na igen, ez hogy működik? Hát ez mindig nagy izgalom volt, tudnilik. Akkor, ha Sándor bátyám ment erre a Helikon találkozóra évente kétszer-háromszor, nem tudom milyen időközökben voltak. Csak azt tudom, hogy akkor mindig nagy sütés-főzés volt. Nagyanyám előszedte minden tudományát, előszedte a nagy riadalom volt, ugye a csirke udvaron, kacsa, ez, az, stb. Tudnilik a marosvécsi találkozó után, hát mindig jött egy-két barát, Tamás Járon, vagy... Hát szóval én kevésbé emlékszem ezekre a nevekre, mert akkor elég aprócska voltam, de azt tudom, hogy mindig volt ilyen vendég. Na hát akkor jöttek a család, összegyűlt, és megvolt az a irodalmi est, ami mindig azzal énekléssel, múlatással fejeződött be. Nagyapámnak a szöllőbeli savanyú bora, az volt a... Sose engedte, hogy más bor legyen az asztalon, csak az övé. Ha isszátok, jó, ha nem, mehetek dolgotokra. A Laci bátyám, aki ugye orvos lett, még egyszer beszúrom ide, aki orvos lett, és hazajött Amerikából a 30-as években végiglátogatni a rokonságot, akkor kezdte el kendőbe, márkodba a kútfúrásokat, mert a víz, a rossz víz, az volt a ő mérge ellensége. Itthon Mikázán is nagyapámmal az volt a vitája, hogy sosem ivott az udvaron lévő kútnak a vizéből, mert az közel volt az istállóhoz, közel volt a trágyadombhoz. És akkor ebből mindig vita volt. Laci bátyám, akit én nem ismertem személyesen, mert akkor járt itthon, amikor én Pólyás baba voltam, az mindig mondta nagyapámnak, hogy nem jó ez így, beteg lesz a család, a gyermek, ez az. Ha jó volt nekik, nektek is legyen jó, már az ősöknek. És akkor este, amikor összegyűltek, mert Laci bátyám járta a vidéket, felhozta a pincéből a kancsóbort, letette az asztalra, na azt mondja, ezt igyad az apád istenit. Hát messze van a Ganétól. Szóval voltak ilyen jellegzetes mondásai, amelyikkel leépített mindenkit. Hát ez volt az öreg Kacsó Ferenc, úgy nagyjából. Igen. Közben ugye telt az idő, és hát 4 gyerek az udvaron, és hát tanulni kellett mind a 4-eteknek. És ne felejtsük el, hogy voltak azok a sajnos emlékezetes idők, amit kulák időknek nevezünk. Hát azért titeket is megviselt, akár csak a mi nagyapáinkat, az idő, amikor elhurcoltak, vagy ha nem is hurcoltak el, jöttek a padláslesöplések, és ismerjük a történetet. Igen. De erre neked van? Van nekem erről egy, hát több anyagom van, mert ugye én félretettem mindig ezeket a leveleket, megőriztem az utókor számára. Ezt így fölmutatom, csak hogy pillantsanak rá. Ez egy hivatalos levele. Hivatalos levele a proletár diktatúra idején működő néptanácsnak. Akkor lettek ezek néptanácsok tulajdonképpen. Ugye kineveztek a község élére munkásokat, a titkár szerepét dettó munkás, tehát kizártak minden helyi illetésségű embert a vezetésből, hogy az osztályharcot, az úgynevezett kulákosítást tudják megcsinálni. Mert hát ugye a munkásparaszt szövetség az minden volt. És akkor itt írja
a néptanács, mert ugye gépíró sem vállalta, már nem volt, aki ezt megcsinálja. Írja, hogy a néptanács végrehajtó bizottsága megbízza és felelősnek nyilvánítsa a mai naptól szigorúan felelős, ami büntetés terhével fog járni, de szigorú. Mikháza 1957, 7. hó 22. Hogy a többi kollégáit mozgósítsa. Az, hogy én úgy olvasom fel, ahogy le van írva. Úgy, mint Széles Imrét, van neki sok deszkája, amit most vágatott másfél hónapja. Azt vigye szigorúan a szérűhöz födni. A szérűről nem kell beszélni, tudjátok mi az. És Sikó János is vegye elé a tavait. És Lókod Imre, és Salat I. István, és mindegyik. És ha egy 24 óra alatt nem lesz megcsinálva, az összes szapotálási jegyzőkönyvbe fogjuk venni, és azonnal büntetésre nyomjuk, és a felelőse ennek legyen Salat Dénes. Ez igen. Szükségtelen kommentáztatni. Ezt nem kell kommentálni. Feri bácsi, ez a sors, ez a fátum, ami bekövetkezett ezekben az években, ez mennyire befolyásolta a ti tanulási lehetőségeteket? Hát, arról tudok, hogy Sándornak nehézségei voltak, és stb. Stb. Hát én végig tanultam, végig elvégeztem, mert ugye a kulákosítás az 54-es, 52-es években kezdődött. Itt nálunk később valamivel. Mert ugye megkezdődött a nagy termelő szövetkezeti átalakítás, és akkor nem lehetett más csinálni, csak kulákot csinálni, vagy ijedjen meg a falu népe, és menjen be a kollektívbe. Nos hát, ilyen akció ugye több volt, az a kulákság az azzal járt, ugye, hogy de a kérdésedre válaszoljak, hogy mennyibe. Engem kevésbé, de később kikerültem a tanügyi osztályról, mert a marosi tanügyi osztályban dolgoztam, mint tanfelügyelő, és amikor apámat kinevezték kuláknak, akkor velem is közölték, hogy tekintettel arra, hogy osztályidegen lettem, nem dolgozhatok tovább a tanügyben. Illetve dolgozhatom, elhelyeznek valahol ott Firtos falva környékén, Korontól van egy homály, tudom is érni. Na, elég a belé, hogy én ezt nem vállaltam, ott hagytam a tanügyet, valaki segített, bekerültem a konzervgyárba, előbb ilyen, ugye nyilván nem adtak felelős beosztást, mert hát, ugye... Mert minek? És később aztán ugye látták, hogy van bennem némi ez-az, akkor kineveztek. Én lettem a konzervgyár zöldség és hús osztályának a főmestere. Abszolút semmi szagom nem volt ehhez a munkához. Na de a lényeg az volt, hogy el kellett végeznem a papírmunkát, mert mindegyik váltásnak megfelelő szakembere volt, azok végezték a munkát, én megcsináltam a papírmunkát. De én voltam a főmester, ez volt a cím. És akkor, hát Sándornak ő akkor kellett katonának mennie, és hát ugye nem lehetett fegyvert adni egy ilyen osztályidegen alaknak. Ugye, abban a munka csapatokba vitték el, elkerült Kudzsírra, a kudzsíri varrógép gyár dombelhárító csapatába, ahol dombot dombra épített, így mondtuk mi,
Egyébként ez a Kudzsiri varrógép gyár arról volt híres, hogy az utcára nyíló része varrógép gyár volt, tényleg, és a hátsó része az pedig gépfegyver. Ott csinálták a ZB géppuskákat. Mi úgy neveztük, hogy varrógépfegyvergyár. Én látogattam öcsémet, és anyámmal együtt láttam a helyszínet. Szóval Sándor így került, levégezte, és hazajött, de már ő sem éltett munkába. Bevittem a konzervgyárba, nem csak én voltam egyedül osztályidegen, rengeteg, fele talán a konzervgyárnak ilyen osztályidegen volt. Elhurcoltak, diósak, ehhez hasonló. De viszont egy csapatban voltunk, és ott a megfigyelésünk egyszerűbb volt. Nem kellett szerteszét küldeni a, ugye ezeket a pandúrokat, hanem tudta. Mindenki volt egy csomó besúgó, aki minden lépésünket figyelte. Na hát azért nagyot változott az eset a kulák talanítás után, mert 56. októberében ugye érezte itt is a vezetés, hogy a pálya nem a legtisztább, büdös, és akkor ott is elkezdődött, itt is elkezdődött a kuláktalanítás. Akkor kapott apám egy levelet, amelyben megírták, hogy leveszik a kulák listáról, és a kizsákmányoló listáról is leveszik, és stb. Stb. Ezt a levelet egyébként annak idején én hoztam haza azon az októberi estén, egy hideg, vacak, vesos idő volt, és valahogy sikerült a két öreggel, a két nyomorulttal ugye megértetni, hogy vége. Nem hitték nyilván, én se hittem el. De ez volt. És csak azt akarom még hozzáfűzni, hogy az udvar közepén álló diófa, ennek a levélnek a születési bizonyítványa. Tudni, még apám azt mondta, amikor elolvastam a levelet, hogy na fiam, ez megér egy diófát. És másnap kiment a szőlőbe, behozott egy hajtót, egy ilyen friss kis diófát, és az asztagláb helyére, mert felszámolta ugye a kis paraszgazdaságot, elültette. És azóta van ez a diófa, amit imádunk ma is. Sajnos apám is ez alatt a diófa alatt fejezte be az életét. Ez még hozzátartozik a történethez. Közben haladva, Imre bácsi nem furcsálta azt, hogy három fiából kettő biztos színész lesz. Arra utalnék, hogy ismerek itt a Nyárád mentén egy családot, Nyárádgáfalván, és a két fia, a bácsinak, mind a két fia színész lett, és egyszer azt mondta nekem, fiam, bár az egyikből lett volna sofőr. A helyzet az, hogy ez tradíció, tehát még a Kacsó családból jön, származik, mert ott is ugye a humán tárgyak domináltak. Orvos, tanár és a többi tanító. A mi családunk folytatta ugyanezt a... A Anna néném gyermekei, tehát a Saladdénes gyermekei dettó. Ott ugyanaz. Sincs egy reál szakos sem. A Káli Mátyus családban dettó. Ott egyedül, na, Jóska állatorvos lett, ami még mindig nem reál. És valósággal örventünk, amikor az Erzsi húgom megnősült, és a férje esztergályos volt. Erre mondtuk azt, hogy na, hála Istennek, van egy műszaki sógorunk. Ez az. Tehát csak a humán tárgyak felé orientálódtunk. Én Feriből is annak idején mindenképpen mérnököt akartam csinálni,
De nem Ferivel volt a baj, hanem Kérs Mártával. Mert azt mondta, hogy az Isten megfizeti, ne próbálkozz ilyesmivel, mert megbuktatom a fiadat. Voltál megbuktva számtól? Háromszor. Úgyhogy lényegében erről van szó. Széles Sándor életútját nagy vonalakban, sőt, annál jobban ismerjük. Azért jellemző rá, és hogy az írásaiban is föllelhető ugyanaz az a transzilván szellem, amit az előbb említettem, és döbbenetesen mélyen látta a viszonyokat. De erről talán, hogy ő hogyan érzett, amikor bejárta a nagyvilágot, erre sokat mondóan egy levél tudna legjobban reflektálni, amit azt hiszem Feri bácsi neked küldött, igen, vagy a családnak, amit megkérek Széles Ferenc művész urat, hogy olvassa föl. Döbbenetes. Hát szóval ez a levélhez még hozzátartozik az ugye, hogy ez az utolsó röffenése a szocializmusnak. Akkor már túl voltunk a nehezén, és Sándor már járta a világot. És kapott egy meghívást Bécsből, Toró Emilék, akkor már Bécsben éltek, ők hívták meg Sándort, hogy egy karácsonyi szereplésre lépjen át. És még útlevelet is kapott, nagy utána járással, és Bécsbe elment, és közben jött 89. december. Akkor küldött Sándor után egy levelet. Olvasd el, légy szíves. Megkésett és rendhagyó karácsonyi üdvözletemet, valamint újévi jó kis kívánságaimat fogadjátok szeretettel. A karácsonyt és az új esztendő első napjait Bécs városában töltöttem. Igen, ott töltöttem. Töltöttem és ittam. Aztán már nem is töltöttem, csak ittam. Üvegből. Sokat. 40 éve várom azt a pillanatot, amikor végre felemelhetjük fejünket a sárból, amelybe beletapostak, és amikor ez megtörtént, ahelyett, hogy édes szülőföldemen járhattam volna a csürdöngölőt, a labancok között kellett berúgnom. Úgy hozta a sors, hogy novemberben véletlenül útlevelet kaptam. Bécsben élő elűzött székely testvérei meghívására Ausztria vendége lettem 60 napra. December 10-én tartottam is egy előadást, szerencsére, mert többet nem mulathattunk az otthoni tragikus események miatt. Lett volna még egy karácsonyi bálunk, egy szilveszteri mulatságunk és egy kosaras farsangi tánc mulatságunk, de ezeket mind le kellett mondani, hiszen hogy is mulathattunk volna azokban a napokban, amikor testvéreinket halomra lőtték Temesvár, Arad, Szeben, Bukarest, Kolozsvár és Marosvásárhely utcáin a kegyetlen gazemberek, nagy vezérünk veszett patkányai. Végül is karácsony napján agyonlőtték a Kárpáti Géniuszát analfabéta akadémikus oldalbordájával együtt, és akkor berúgtam. Sajnos csak ennyit tehettem ott, és akkor fogadásom volt rá. Szerencsére megcsinálták nélkülem is. Én el is akartam indulni haza, de amikor székely testvéreim észrevették, miben sántikálok, egyszerűen bezártak. Lehet, hogy igazuk volt. Január 20-án tértem vissza Erdélybe. Itt egyelőre még nagy zűrzavar van. Az üzletek pont olyan üresek, mint azelőtt. Az emberek nagyobb részt az utcákon, tereken tüntetnek. 32 pártunk van, és még nincs vége. Hogy mi lesz a vége, nem tudom, de az biztos, hogy egyelőre nem ülhet a nyakunkra még egy ilyen banda. Recseg, ropog a kommunizmus, bástyái sorra dőlnek a sárba, vérbe, széthul az egész hazugságra, elnyomásra, terrorra épült birodalom. Hála Istennek! Legalább unokáink érhessenek emberi módon, ha már szüleinknek, nekünk és gyermekeinknek nem adatott meg. Igen, Feri bácsinak ehhez volna még valami hozzáfűzni? Nem valamira? Mondok semmit, mert így is szalad az idő. Igen.
Feri bácsi, azóta is, a rendszerváltás után is, és ezzel nagyjából a beszélgetést úgy bezárnám, mert még van meglepetés. Na de hát azóta is a család visszajár, a széles, tágos család, és többször is jótékonysági tevékenységbe kezdtetek, haranglábot javítattatok, Csűrszínház, Széles Sándor csűrkaput állítottatok, és még sorolhatnám tovább. Lesz ennek folytatása, ami a családra tartozik? Hát részemről még van egy találkozónk, tudnélik meg állapodott nálunk egy szokás, hogy 3-4, esetleg 5 évenként unokatestvéri találkozót hozunk össze, amelyen részt vesz az egész család. A úgynevezett nagy család, a Kacsó család 4 gyermekének, illetve 8 gyermekének ma már közel, vagy több mint 100 leszármazottja. Bárhol a világon. Már elküldtük a levelet, ugye most augusztus végén, 17-18-án újra hazajön mindegyik a szülőfalujába, a szülőházába, mert mindegyik így nevezi ma is ezt a kis házat, amit sikerült megőriznünk, és sikerült fenntartanunk pillanatnyilag, és gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben is ezt megoldjátok. És akkor látjuk egymást, erőt merítünk egymás beszédeiből, szavaiból, ha panasz van, meghallgatjuk, segítünk, ha nem, csak megoldódik a gond, a baj, a bánat. Tehát tartjuk ezt a szokást. Hát az, hogy egy zsindelyt fedünk, vagy csinálunk még valamit a faluban, ez nyilván való. Pillanatnyilag rendbe hoztuk azt az úgynevezett emlékszobát, ami Széles Sándor meg Kacsó Sándor emlékszoba. Kibővítettük Salad Dénesnek egy székely szobájával, ami egy csodálatos darab, amit javallom, hogy nézzétek meg ti is minél hamarabb. És hát ennyi. Utána következik egy újabb ötesztendő, amikor csak találunk újra valamit, mert ebbe a faluba mindig van javítani, csinálni való. Mi minden faluba egyébként. Tehát ezt csinálni kell, mert csak így tudunk valamire menni, valamire haladni. Úgyhogy ezt ebből ennyi. A magunk részéről köszönjük a falu nevében is. Feri bácsi, te mesélted egyszer, hogy talán merem állítani, hogy Mikházán Feri bácsi voltál az első, aki látta a Szerecsent. Valahol Körisföld tetején elhúzni, és példátlanul leírtad, hogy milyen szép fogsora volt a néger pilótának, aki valószínűleg ment a Görgényszent Imrei Wehrmacht tárásokat megbombázni. De visszatérve különösen a II. Világháborúról, direkt azért nem faggattalak, mert mint sejtettük annó, hogy ott a fiókokba azért lapulnak értékes és nagyon szép dolgok. Hát megkérlek, hogy olvasd fel az elbeszélésedet, ami hát Mikházi Krisztusról hát, is szól. Igen. Hát vénségemre rám jött az írás, és hát nyilvánvaló, hogy gyermekkori emlékeimmel kezdtem, mert azok törtek ki belőlem fantasztikus erősséggel. Ugye ebben a korban az ember inkább elfelejt dolgokat. Nekem fordítva történt, minden eszembe jutott. A legkisebb részletre is
fantasztikusan vissza tudok emlékezni. Sajnálom, hogy ebbe a visszaemlékezési időszakba belém állt a nyavaja is, egy gyermekkorból visszamaradt állítólag vírus, ugye okozott nálam egy ilyen úgynevezett zóna zosztert, magyarul azt hogy hívják? Övsömör. Övsömör, igen, ami általában ugye derekon szokott eléállni. Én itt kaptam, a bal oldalamon, a bal fejemen, ennek kereken 4 éve. És azt a, ezt az állandó jellegű fájdalmat, ami most is bennem van, állandóan érzem. Tehát kivett teljesen a sodromból. Na tehát ennek ellenére mégis rákezdtem az írásra, nem megy tökéletes gyorsasággal, 2 mondat után abba hagyom, járok egyet, megint neki fogok, megint csinálok. De fantasztikusan nehéz. Hát szemtanúja voltam egy olyan esetnek, az első szovjet katona belépésének Mikházára. Illetve hát a kerten jött elő, de elmondom, illetve elolvasom gyorsan ezt az írást. Ha kifulladok, akkor légy szíves, kövest, mert átadom neked a... Nem fogsz kinálni. A szokatlanul szép, fényben gazdag nyári napok őszbefordulása szinte észrevétlenül ment végbe. Csupán a nyári konyha előtti öregeperfa szórta be a kőasztalt és környékét rózsaszínűre érett gyümölcsével, az olból kiszabadult majorság zajos örömére és nagyanyám bosszankodására, aki kifejezetten nehezményezte a hangosan hápogó kacsa ármádia és még a zajosabban gágogó libák eperfogyasztását. Hogy miért? Ma már nem emlékszem pontosan az érvelésekre, de magam is meglepődtem a sebesen bekapkodott telt rózsaszínű eperszemek feltűnően gyors formabontásában. Tudnélik, ami a kacsa elején bement, szinte azonnal sűrű szárnyveregetés és örömteli hápogás közepette észrevehető állag változással szabadult hátul. Ilyen és ehhez hasonló hangulatba vártuk az elkerülhetetlen fordulást, amelyet lassan-lassan igazolt a kelet felől időnként ismétlődő mennydörgés, amit a felhőtlen égbolt láttán ágyudörgésnek véltünk. Már csak azért is, mert a Bekeslábánál elterülő kisfalunkat mindig nyugat felől lepte meg a nagy idő. De ha ez, Isten őriz, véletlenül a Bekecs irányából zúdult a falura, az jeget, vihart, esetenként árvizet, de mindenképpen katasztrófát okozott. A bizonytalanság érzését növelte a falu melletti országút forgalmának zajos növekedése. A békebeli csendes országúton rendezetlenül visszavonuló német haditechnika mellett szekeres karavánok tűntek fel. Szokatlanul jól tartott, erős, nagypatájú lovakkal, ismeretlen nyelven zajongó asszonysereggel, sok-sok szőke gyermekkel és öreg szakállas férfiakkal. Az útszélén bámuló falusiak között gyorsan elterjedt a hír, hogy ezek a szerencsétlen menekülők volgamenti népi németek, akik ezúttal akarva akaratlanul egykori őshazájukba, Németországba igyekeztek. A hír és a látvány megmozgatta a mikháziakat, egyre több és több asztalkendőbe, szőrtarisznyába csomagolt élelmiszer, kenyér, szalonna, tej, sajt,
került a vonuló szekerekre, különösen azokra, amelyeken nagy volt a gyermekáldás. A faluban viszonylag csend volt, de óráról órára nőtt a félelem, a bizonytalanság. Mi lesz holnap? Eltűntek a kakastollas csendőrök. A helyi hatalom a jegyzőség képviseletében Ambrus Laci végigdobolta a falut, és rekedt, agyon szivarozott hangján higgadtságra és nyugalomra intette a falu asszony népét. A dobszóra kigyűlt mikháziakban újra és újra ismétlődött a kérdés, mi lesz holnap? Megnyugtató választ senki nem adhatott. A férfiak javarésze a fronton, élve vagy halva, vagy már hadifogságban. A menekülés gondolata fel sem merült, mert a kemény munkával megszerzett kis vagyonkkal biztonsága mindenkit visszatartott a meggondolatlanságtól, s a valós és valótlan hírek tömkelegében aggódva várták a mindenképpen bizonytalan és ismeretlen holnapot. A mi házunk, udvarunk napjait is ezek a félelmek és bizonytalanságok jellemezték. Az öreg ház alatti tágas és erős pincét ovóhelynek rendeztük be. Friss szalmából alvóhelyeket alakítottunk ki, és a sűrűsödő mennydörgések miatt már ott is aludtunk. Mi több, menekült vendégeink is voltak. Elsősorban alsó és felső szomszédjaink, de egy vásárhelyi család is apró gyermekkel, aki szembe menekült a háborúval, és nálunk kerestek menedéket. A pincében alvó 3-4 pólyás kisbaba, köztük Imre kisöcsém, az udvaron keresztül kasul kiteregetett pelenkák és kis réklik, nagyon békés, majdnem neorealista hangulatot árasztottak. Azokban a napokban augusztus végén töltöttem a 14 évet. Édesapánkat pillanatnyilag Németország fölé repítette a trén és a sas behívó, a marosvásárhelyi Csaba királyfi gyors fegyvernem hadapród iskola loállományával együtt, ahová 1944 nyarán hívták be a kadétok lovai mellé hadköteles szolgálatra. Egyébként vérbeli lovas ember volt, mint sok más mikházi. És ez az új helyzet részben enyhítette a bánatát, amíg múlt esztendőben besorozott lovai miatt vidám és szárcsa, amelyek apám szerint képesek ezüsttel hazatérni a nagy orosz vadászmezőkről. Bennünk rendesen dolgozott a kisördök, és apánkat határtalan lószeretete miatt kedves nővér a lókórházban titulussal ruháztuk fel. A sasbehívós kaland egyébként 1946. novemberében ért véget, amikor is apánk a dániai Édingenből megkopott magyar királyi gönceiben, szikáran, megőszülve, de hazaérkezett. E rövid kitérő után kénytelen vagyok visszatérni a mi háborunkhoz, ami csak most kezdődött. Az itthon maradt megrémült és elkeseredett falusiakban már-már tudatosodott az úgynevezett felszabadulás rideg ténye. Mindez fokozta a romániai átállás, a keleti front összeomlása, a pánikszerűen visszavonuló német és magyar csapatok, amelyek szinte megállás nélkül igyekeztek nyugati irányba. Nem találtuk megnyugtatónak azt a tényt sem, hogy a falu határát, nyugati határát képező jobbájtelki dombok tetején elenyésző számú német egység ásta be magát. Aknákat telepítettek, gépfegyver és ágyúállásokat építettek, nyilván azzal a szándékkal, hogy lassítsák az orosz csapatok offenziáját, biztosítva ezáltal a német és a magyar alakulatok zavartalan visszavonulását. Ezzel egyidejűleg a falu utcái is kiürültek, és kísértetejesen néma csend
vette körül a házakat. A kutyák sem ugattak. Mindössze egy-egy füles bagoly húhogott esténként, amire persze mindenki sejtelmesen felfigyelt. A délutáni órákban megélénkültek a Nyárád és a Perespatak hídjai körül szorgoskodó német utászok. Eredetileg mindenki meg volt győződve, hogy tisztálkodni álltak meg a hídak oszlopait méregető utászok, de a színes tekercseket rögzítő műveletek arról győzték meg a bámulókat, hogy itt gyalázatos merénylet készül. Valaki egy okos a felszegről, frankkávénak látta a színes tekercseket, utalva a németek nagy kávé imádatára. Nyilván tudtuk, illetve sejtettük a nagy jövés menés okát, de az öreg 18-as háborús veteránok egyöntetően nevetséges tartották e hadászatilag létfontosságú célpontok megsemmisítésének célszerűségét. Aztán mégis megtörtént. Napnyugta után robbant a frankkávé, a Nyárád hídját burkoló colos csere és bükdeszkák nagy ívben repültek a levegőbe, majd forgácsként hullottak a kavicsak között békésen csordogáló vízbe. A Perespataki hídrobbantás nagyobb kárt okozott a közeli házakban, mint magában a hídban. A hídacska már a gyutacs pukkanásától megadóan összedőlt, csupán az egyik tartó gerenda maradt felkiáltónként állva, jelezvén, hogy még nincs vége, ez még csak a kezdet. Néhány óra múlva valaki, bizonyára valamelyik károsult hídszomszéd, a romok közül kiemelkedő felkiáltójel tetejére egy rózsaszínű, fületlen bilit húzott, jelezvén, hogy ennek ennyi, finita la comedia. A dörrenések majdnem egybeestek a naplementével, mint egy lezárva egy újabb, izgalmas nap történetét. Az utászok is szedelőzködtek, a jól végzett munka örömére meglovagolták csendben duruzsoló cündap motorjaikat, és német alapossággal, fegyelmezetten a Traján útján Deményháza felé motoroztak. Mikházára pedig, mint egy hatalmas és láthatatlan takaró, rázuhant az éjszaka sejtelmesen lőporszagú sötétje. Döbbenetesen szép, nyugalmas reggelre ébredtünk. A bekecs mögül felbukkanó nap vakító fényt és meleget árasztott. Öcsémmel befejeztük a reggeli etetést, itatást, a Riska most is hozta magát, és az édesanyám fejte nagy sajtár, friss habos tej, pillanatok az istáló előtt felsorakozott apróságok csupraiba került. Nagyanyám illatos túrós puliszkája ugyanolyan gyorsasággal tűnt el a kőasztalról, de akkor már gyanúsan elviselhetetlenné vált a csend. Sehol egy lövés, sehol egy zaj, ami lassan, de biztosan közeledő veszélyt jelezni. Mi több, az országúton a már megszokott morajlásnak is nyoma veszett, csak időnként nagy magasságból egy-egy láthatatlan repülőgép búgása ijeszgette a már amúgy is megrémült mikháziakat. Az asszonyok nagyanyám vezérlelte alatt ebédfőzéshez fogtak. Mezőre menésről szó sem lehetett, és hogy a növekvő feszültséget levezessük, mi férfiak kártyázni kezdtünk. A kertben közel a malomárok melletti öreg cserefa alatt öten vagy hatan ültük körül a kártyasztalnak kinevezett szekér sorogját, köztük a szomszéd Ambrus Jani, Sándor öcsém, jómagam, és néhány kíváncsi apróság a Malom utcából. A hadihelyzetnek megfelelően 21-eztünk, gyufában. Egy szál gyufa, egy pengő.
Az úgyis mindegy motto alapján zajló kártyaparti a legjobb formánkat hozta, és mindenikünk gyufa milliárdos akart lenni, mielőtt még beüzemel a közös kazán. Az Ambrus Jani bank robbantása okozó zajban figyeltem fel a malomároktól jövő zajra és mozgásra. A vízesárkot átívelő pallón egymás után zöld ruhás alakok tűntek fel, teljesen beleolvadva az őket körülvevő fűz és égerbokrok zöldjébe. A nyakukban lövésre kész dobtáros géppisztolyról azonnal felismertem, hogy oroszok. Fel se kiálthattam, már is körülvettek a veres csillagos katonák, kettő közülük szintelen arcú, majdnem gyermek, a harmadik sötétbőrű, villogó szemű, talán kaukázusi. Ez utóbbi a valószínű parancsnok kiáltott ránk élesen. Hóre, ruki! Mire mi rémülten emeltük magasba kártyákkal tele mancsainkat. Az egyik szőke még felmarkolta a deszkán felhalmozott piros fejű bankot, majd sűrű davályozás közepette az udvar irányába tereltek, és folytonosan nyemec után érdeklődtek. Viszont te kórusban bizonygattuk és kézzel lábba magyaráztuk, hogy nincs nyemec, a nyemec kaput. De ez a magyarázatunk nem győzte meg őket. Annál inkább meglepődtek, az udvarra érve a fehér pelenkákkal integető asszonyok és gyermekek sokasságán, akik önkéntelenül megadták magukat az ismeretlen fegyvereseknek. A felderítők végigrohanták a pincét, a szobákat, és harsány nyemec kiáltással kirángatták a szekrényfiókokat, a falról leverték az első világháborúban elesett Pista bátyám kaukás hadnagy ruhás fényképét, majd minket, az összeesküvő kártyás hadifoglyokat, a már elmaradhatatlan davályozás közepette ki a kapun, a felszeg irányába tereltek. Magunk is meglepődtük, hogy pontosan a falu közepén álló zsindellyel fedett Krisztus előtt találkoztunk a község jegyzőjével, Tóth Mennyhírt bácsival, aki ezúttal, mint az államhatalom és a közigazgatás helyi hivatalos képviselője, ünneplően kortbársony öltönyben, csizmásan, derekán az esküvőkön használt nemzeti színű szallaggal járult a község területére bevonuló idegen képviselői elé, hogy a falu lakossága számára kieszközöljék a megfelelő élet és vagyonbiztonságot. Mindez megerősítendő kíséretében ott volt a falu idegenvezetője és kisbírája, Ambrus Laci, hátán a hírszolgálat akkori céleszközével, a kutyabőrrel bevont kisdobbal. A közeledő delegáció láttán a kaukázusi a kereszt előtti hidacskán állította meg a menetoszlopunkat, és kíváncsian bámulta az Isten hozta elvtársak szöveget rebegő jegyző urat. Na csálnik, szólt közben a jegyző urra mutatva Sófalvi Márton bácsi, közvetlen szomszédunk, első világháborús hadifogoly, aki menet közben csapódott hozzánk, hogy tolmácsként segítse a mikázi békés megadás lebonyolítását. A kaukázusi, aki képtelen volt szabadulni betanult szövegétől, a jegyzőrtól is a nyemec után érdeklődött. De időközben már nyúlt is a Mennyhárt bácsi mellén zsebében, kihívóan rikító, aranyozott, sárga lánccal biztosított aranyzsebóra után, amit gyors mozdulattal és davájcsász felkiáltással, arcán látható elégedettségével vékányi zsebébe varázsolt. Kurics jest, szólalt meg ezúttal a kisebbik szőke,
és a gyengébbek kedvéért kezét szájához emelte, utánozva a dohányzás nemzetközi jelét. A falu jegyzője mit sem sejtve, előzékenyen és megtisztelve kapta elő ezügy cigarettatárcáját, amelyben katonás rendben sorakoztak a pompásabbnál pompásabb aranyszipókás szimfóniák, és a kérdező felé tartotta. Iván, nevezzük így, kivette a rangjához illően az őt megillető 5-6 cigarettát, majd társának is ugyanannyit adott. A kínos helyzetet újra a kaukázusi oldotta meg, aki határozott mozdulattal elvette az ezüsttárcát, és a megmaradt cigarettákkal együtt határozott mozdulattal a zsebóra mellé dobta. Ezek után a helyi hatalom képviselője már képtelen volt megadási feltételekről kommunikálni, és valószínű, mezitláb sem akart maradni, mert a tárgyalások közepette az Ivánok egyike kifejezetten a jegyző úr fényesre vigszolt csizmájára összpontosított. A konfliktust a Nyárád irányából fellőtt rakéta oldotta meg, aminek láttán, nevezzük így vendégeink, gyorsan megszakították a tárgyalásokat, és sietve a Felszeg irányába indultak. Majd a kanálison át eltűntek a tanorokban lévő kukoricásban. Őket már sose láttuk viszont, de a következő felvonás leírhatatlan volt. Jöttek, ömlöttek Árpahely, Árnyék, Szilvaföld, Zakota irányából, gyalog, lovon, biciklin, szekérrel és főleg tankkal. Pillanatok alatt tele lett a falu, annyira tele, hogy mi már nem fértünk bele, és szemben az árral, tehénfogattal átmenetileg a kendői rokonokhoz menekültünk. Az itt eltelt hét mindennapja egy külön történet. És azután a következő 45 esztendő is, amit kénytelenek voltunk és voltam leélni egy olyan világban, amely teljes mértékben ellenkezett családunk, környezetünk által megszabott szabályokkal és értékekkel. Ma, sok-sok esztendő távlatából, mikor a történetet újból felidézem, magamra csodálkozom, hogy a legjelentéktelenebb emlékek is milyen erővel törnek fel bennem. Ma is tisztán látom családom és a falu lakónak riadságát, félelmét az élet kis vagyonka elvesztésének lehetősége miatt. Mi süttyó legénykék szinte félelem nélkül bámultuk a vágtató kozákokat, a falun átvonuló tankokat, és nem kevésbé a katonalányokat, és természetesen minden haditechnikát, ami durrant és robbant. Most a számadások éveiben, napjaiban döbbenettel állapítom meg, hogy az akkori eseményeket, történéseket nincs kivel megosztanom. A cseref alatti kártyaparti résztvevői közül ma már senki sem él. A kapuk mögül kíváncsiskodó szomszédok, akik tanúi voltak a Krisztus kereszt előtt lezajlott diplomáciai tárgyalásoknak, a falu feletti dombon, a Bekecsre néző, több száz éves temetőben alusszák zavartalan álmukat. Tényleg? Senki? Megállj! A keresztre feszítetre nem gondoltál? Újra ledöbbentem, igen, erre csak ugyan nem gondoltam. Mint egy kis filmet pörgettem vissza a mozgalmas életem Mikházi és nem Mikházi emlékeit, kisiklás éveimtől napjainkig. Ma is hátamban érzem a reggeli iskolába indulásomkor édesanyám vigyázó tekintetét, aki a kapuból még rám szólt. Az úton köszönj mindenkinek! Akkor ez a szokás még kötelező volt, és alig vártam, hogy valaki szembeüljön, de az első dicsértessék a Jézus Krisztus legtöbb esetben a házunktól alig 20 lépésnyire álló, majdnem 300 éves felél alatt álló Krisztus kereszt előtt hangzott el, tisztán, érthetően és hangosan,
hogy a még engem figyelő édesanyám kellő módon érzékelje tanításának eredményét. Aztán következtek a diákévek, felnőtt kor, munka, az osztályharc, a család sok-sok örömmel, buktatókkal, nem kevés megpróbáltatással, gyermekek, unokák, dédunokák, még több öröm, de gondból sem lett kevesebb. Soha nem lettem hűtlen szülőfalumhoz. Ha a körülmények és egészségem engedi, szívesen időzök gyermekkorom emlékei között. Igaz, hogy felnőtt koromban megrikkultak a zsindellyel fedett Krisztus kereszttel való találkozásaim. De ha ma is elhaladok előtte, mindig eszembe jut a harsány dicsértessék a Jézus Krisztus, és egyre többet gondolok arra, hogy ma holnap ez a két világháború triatont, a kommunizmus átvészelt, megkopott, megviselt, keresztre feszített maradt egyetlen szemtanúja annak a különleges, majdnem egyedi eseménynek, amely azon az emlékezetes, napsütéses, szeptemberi nap déli órájában előtte is környékén végbe ment. A napokban újabb hazajárásom során lassan átautóztam a változatlanul helyén álló Krisztus kereszt előtt, majd visszapillantva az a különös érzésem támadt, hogy a zsindelytető alól valaki rám kacsintott. Valóban, igaz lenne? Köszönjük szépen a részvételüket, azt gondolom, hogy nem kell megindokolnom, hogy Feri bácsit miért ültettük asztalhoz. Feri bácsi, jó egészséget kívánunk, és további számos alkotó évet magának. Most már ezentúl magázódunk. Hát én is köszönöm az érdeklődéseteket, és ígérem, hogy ha tudom, folytatni fogok, fogom. Érdekes ember, viszont nem akarok többet lenni. Köszönjük szépen! Köszönjük egy nagy puszit! Érdekes ember!